Tegnap több váltásban nézhették meg a temerini általános iskolák felső tagozatos diákjai és szüleik a kábítószerezés veszélyeiről szóló felvilágosító színdarabot. Természetesen mindenki, aki távol áll ettől, és a családjától is távol áll ez a probléma, nem gondolkodik éppen a mindennapokban, csak esetleg elszörnyűködve hal egy-egy kínos vagy halálos kimenetelő eseményről. Ezt szeretnénk közelebb hozni a gyermekekhez, a mindennap emberéhez, mert nem csak akkor kell róla gondolkodni, amikor már baj van, hanem preventíve kell hatni a gyermekekre egész fiatal kortól. Szerbiában több mint 150 ezer nyilvántartásba vett drogfüggő van, de a tényleges szám ettől sokkal nagyobb. Ezért fontos, hogy már az iskolában is felhívják a tanulók figyelmét erre a témára. Az iskolánkban, tehát az évi terve benne van az osztályfőnöki órákon való foglalkozás ezzel a témával. Az osztályfőnökeink, főleg 7. és 8. osztályfőnökek, akik minden évben több osztályfőnöki órán keresztül a gyerekeknek felhívja figyelmét a dróga és az alkohol, valamint a cigaretta káros hatására. Szerintem szükség van egy efféle megmozdulásokra annak érdekében, hogy tisztában legyenek vele, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha a drogokhoz nyúlnak. Az ismerőseim között is vannak, akik kapcsolatba kerültek kábítószerrel és kemény drogokkal is, és arról is hallottam, hogy mennyire borzalmas a leszokás. És mindezt nagyon jól bemutatta ez a kis előadás. Maga az előadás tetszett abból a szempontból, hogy tényleg fölhívja figyelmét a végére, hogy mi az út vége. Ami nem biztos, hogy a kezdet kezdetén nekik ez világos. Csak a boldogságra gondolok, holott ez egy téves út. Az előadás után tribűn szerveztek, amelyen az egészségház és a rendőrség illetékesei, valamint oktatási szakemberek folytattak beszélgetést a jelenlevőkkel.